Tovább fogjuk folytatni ezt az előadást, illetve ennek az előadásnak az elemzését. Az elkövetkezendőkben is érdekes filozófiákat fogunk hallani, aminek gyakorlatilag semmi, nulla alapja nincsen az írásokban. És az érdekes az, hogy meg sem próbálja megmagyarázni ezt az egészet, csak elmondja, de mindenkire rábízom, nézzük. Pál apostol pontosan a Galatákhoz írt levélben arra hivatkozik, hogy Péter apostol megkapta a körülmetélés evangéliumának a hirdetését, Pál apostol pedig a körülmetéletlenség evangéliumát hirdeti a nemzeteknek, ezért nevezi az új, Pál is önmagát a nemzetek tanítójává. Oké. Szóval arról beszél, hogy persze tudjuk, ismerik a történet, meg fogjuk nézni mindjárt. Ez, amiről beszél, ez Galatákhoz írt levél második fejezet 6-tól 12-ig. Legalábbis mi azt fogjuk megnézni. A tekintélyesektől pedig, bárminők valának régen, azzal nem törődöm. Elohim sem nézi az emberek személyét, mert velem a tekintélyesek semmit sem közöltek. Sőt, ellenkezőleg, mikor látták, hogy én rám van bízva a körülmetéletlenség, jó híre, mint Kefás a Péterre a körülmetélésé, mert aki erős volt Péterben a körülmetélkedés apostolságára, bennem is erős volt a pogányok között. Ki az Jehusá Hamásiák? A Ruach HaKodesh, a vigasztaló, melyet ő elküldött, mely elvezeti őket az igazságra. Ő az, aki erős Péterben, ő az, aki erős Saulban. A kettő egy és ugyanaz kell, hogy legyen, hiszen ugyanaz az erős, mint a kettőben. Természetesen nem lehet a kettőt külön választani, hiszen akkor két különféle mércével kellene mérni a két különböző embercsoportot, és ez nem lehetséges, hiszen ugyanaz az, aki erős volt Péterben, és aki erős volt benne is. És elismervén a nékem adatott kegyelmet, Jakob és Kefa, meg Jehukarom vagy János, kik oszlopokul tekintetnek, bajtási jobbjukat nyújták nékem és Barnabásnak, hogy mi a pogányok között, ők pedig a körülmetélés között. Ugye arról beszél, hogy hirdessék a jó hírt. Csak hogy a szegényekről megemlékezzünk, amit is én igyekeztem megcselekedni. A helyzet az, hogy csak azért, mert két külön csoport megy két különböző helyre, az nem azt jelenti, hogy két külön jó hír van. Ez kiderült már az előző részből is remélhetőleg most is. Ugyanaz adja az erejét ennek az egésznek, mint két oldalon, és az pedig nem más, mint a másiák. Az ő belévetett hit az, ami erősen dolgozik mindenkiben, ugyanúgy a Yahudimban, vagyis a zsidókban, és a görögökben, a Jovanimban. Nézzük meg, hogy mi a probléma, mikor pedig Kefa Péter Antiókiába jött, szemtől szembe ellenállottam, mivel panasz volt rá. Mert mielőtt némelyek odajöttek Jakabtól vagy Jakobtól, a pogányokkal együtt evett. Mikor pedig odajöttek, félrevonult és elkülönítette magát, félvén a körülmetélkedésből valóktól. Ha valakit igazán érdekel a Galatákhoz írott levél, annak ajánlom figyelmébe a Galatákhoz sorozatot, melyben minden egyes fejezet ki van elemezve egy külön videóban, nagyjából 6 óra, és abban részletesen láthatjátok, hogy mi is az, amiről beszél. Most azonban annyit csak erről az egészről, hogy Saulnak a problémája az volt, hogy mindaddig képmutató volt tulajdonképpen Kefa Péter, hiszen addig, amíg nem jöttek a Jakabtól a Yahudim, a zsidók ide, addig együtt volt a pogányokkal, aztán, amikor megérkeztek, onnantól pedig külön ült tőle, félvén, hogy azok mit fognak mondani. Nem azt jelenti, hogy két külön dolgot tanítottak, sőt, pont, hogy azt kellene, hogy jelentse, hogy egy dolgot tanítottak, hiszen együtt volt velük. Míg ő a másiknak volt állítólag a tanítója. Egy alapvető különbség volt a két csoport között, azt pedig ugye le is írja a 14-es versben, de nézzük meg előbb a 13-ast. És vele képmutatóskodtak a többi jahudim vagy zsidók, úgy, hogy Barnabás szintén elcsábítatott az ő tettetésük által. Ez volt a probléma, hogy képmutatók voltak, hogy amíg nem jött oda a többi, addig velük voltak, utána pedig külön ültek.
De mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak a jó hír igazságához képest, mondék Kefának, minnyájok előtt, ha te jahudim vagy zsidó létedre pogány módra élsz, és nem jahudim módra, miért kényszeríted a pogányokat, hogy jahudim módra éljenek? Ez volt a különbség a kettő közt. Az, aki zsidó volt, tudta, hogy hogy kell élni, tudta, hogy hogy kell a törvények szerint élni, csak nem volt hite. A pogánynak volt hite, de nem tudta, hogy hogy kell élni. Ezért volt két külön tanító. Az egyiknek meg kellett tanítani a hitet, a jahudimnak vagy a zsidónak, a másiknak meg kellett tanítani az életmódot a pogánynak, hiszen nekik volt hitük. Ezért volt két külön csoport, ezért kellett két külön tanító, vagy úgymond két evangélium. A két evangélium ugyanaz volt, csak különböző oldalról kellett megközelíteni az embereket, hiszen a végén az jut el a keskeny úton ahhoz a szűk kapuhoz, amit kevesen találnak meg, aki ismeri az írásokat, a Torát, és megvan benne a másiak hite, ahogy azt láttuk jelenések 14-12-ben, ahol arról ír, hogy itt van a szentek békességes tűrése, akik megtartják Elohim parancsolatai, és a másiak hitét. Itt mondja el egyébként a 15-ösben, mi természet szerint jahudim vagy zsidó, és nem pogányok közül való bűnösök. Azaz ők nem voltak olyan bűnösök, mint amilyenek a pogányok. Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jehusá másiákban való hit által. Mi is a másiák Jehusában hittünk, hogy megigazuljunk a másiában való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Ő azt próbálta velük megértetni, hogy a törvényt meg kell tartani, de nem a törvényből igazol meg az ember, és az által nyeri el az üdvösséget. Az egy mellékterméke, úgymond, a hitnek. Aki hisz, az úgy fog akarni élni, hiszen a Szent Szellem, a Ruach HaKodesh arra fogja őt elvezetni. Ez az, amit mond itt, hogy ha mi tudjuk, hogy ez így van, akkor miért megyünk visszafelé a törvényhez, és miért kezdünk el képmutatóskodni megint, mikor tudják nagyon jól, hogy mi, hogyan kellene élniük a hit szerint. Apostolok 14-ben kezdődik az a történet, amire mind Németh Sándor, mind Saul utalt az antiókiai történetre. Ugye, amikor az Antiókiából és Ikóniumból érkező jahudim vagy zsidók megkövezték Sault, és aztán Barnabással együtt elment Derbébe, mindenhol hirdették a jó hírt, különféle helyekre utaztak, és aztán végül elérkeztek Antiókiába. Ugye erről beszélt, itt volt ez a vita közte és Kefa vagy Péter között, ahonnét az Elohim kegyelmére bízták volt őket arra a munkára, melyet elvégeztek. Mikor pedig megérkeztek, és ezek Lézsia vagy gyülekezet egybehívták, elbeszélék, mi nagy dolgot cselekedett Elohim ővelük, hogy a pogányoknak kaput nyitott a hitre. Ott aztán nem kevés időt töltöttek a tanítványokkal. Itt azonban egy probléma merül fel Apostolok 15. fejezet első versben, némelyek pedig, akik Judeából vagy Judából jöttek alá, így tanítják vala a testvéreket vagy atyafiakat. Ha körül nem metélkedtek a Mósé vagy Mózes rendtartása szerint, nem üdvözülhettek. Ugye a körülmetélés kérdése volt az, ami ismét csak fölmerül, ami mind a mai napig fölmerül, és nagyon sok embernek problémát okoz. Második vers, mikor azért Pálnak és Saulnak és Barnabásnak nagy háborúsága és vetélkedése lőn azok ellen, azt végezték, hogy menjenek el ugye Jeruzsálembe, ezután elmentek Jeruzsálembe, ahol is ugye előállának azonban némely hívők a farizeusok szerzetéből valók közül. Ugye a némely hívő azt jelenti, hogy ők hittek a másiákban. Mondván, hogy körül kell metélni őket és megparancsolni, hogy a Mósé törvényét megtartsák. Egybe gyűlének azért az apostolok és a vének, hogy a dolog felől végezzenek. Hogyha ott voltak velük ezek a farizeusok, akik hívők voltak, és azt mondták, hogy körül kell metélni őket és a törvényt megtartani, akkor nyilván ők tisztában voltak azzal, hogy mi a feladat. A probléma nem az, hogy nem kell körülmetélkedni, vagy nem kell megtartani a törvényt. A kérdés nem ez volt, nem erre ad választ az, ami történik majd itt, de meg fogja érteni mindenki remélhetőleg, hanem egy teljesen más jellegű kérdés. Ez nem volt kérdés nekik, hogy ezeket a dolgokat meg kell tartani. Ez egyszerűen nem volt kérdés senkinek. Ezért nincs soha, a másik ezért nem beszél soha a körülmetélésről.
Egy szóval sem említi, hogy a körülmetélés el van törölve, vagy bármi. Ez nekik olyan egyértelmű volt, hogy az létezik, mint az, hogy mit lehet enni. Ezért nem beszél soha arról, hogy mit lehet enni. Ezek a dolgok nekik olyanok voltak, mint a levegővétel. Ezek örök érvényi törvények voltak. Míg nem volt zsidó, nem volt Izrael, nem volt semmi ilyesmi, már ezek léteztek. Ők csak egyszerűen elfogadták, hogy ez van. Ez nyilvánvaló, hogy ez így van. A probléma egy másik dolog. Nézzük, hogy mi volt az. És mikor nagy vetekedés támadt fel Kelvin Kefa, mondta nékik, atyám fiai férfiak, tudjátok, hogy Elohim régebbi idő óta kiválasztott mi közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják a jó hírnek a beszédét, és higgyenek. Ugyanúgy, ahogy ezek a farizeusok. Amint láthattuk az előző részben, nem volt két külön jó hír, nincs két külön mozgalom, meg hogy a zsidó ide megy, az meg oda megy, közben a pogány csinálja a dolgát, neki teljesen mindegy, ilyen nem volt. Egyszerűen csak más oldalról kellett megközelíteni a kettőt. És a szíveket ismerő Elohim bizonyságot tett mellettük, mert adta nékik a Ruach HaKodesh, Szent Szellemet, miként nekünk is. És semmi különbséget nem tett mi köztünk és azok között a hit által tisztítván meg azoknak a szívét. Kefa, a farizeusok tiszták voltak, hiszen amúgy is a törvényeket ismerték, és nagyjából úgy éltek. A pogányokat hit által tisztította meg az ő szívüket. Nekik az volt a problémáik, hogy nekik kevés volt a hitük, a pogányok meg nem ismerték az utat. Ez volt a két csoport között a probléma. Nem tett különbséget köztük és a pogányok közt. Nem azt mondja, hogy különbséget tett, és nekik egy másik jó hírt kezdett el hirdetni. Mi a kérdés? Most azért mit kísértitek Elohimet, hogy a tanítványok nyakába oly igát tegyetek, melyet sem a mi atyáink, semmi el nem hordozhattunk. Láttuk, hogy ezek mentek össze-vissza mindenhova. A pogányokat bevonták ebbe a mozgalomba, és tanították nekik a hit jó hírét. És most ezek elkezdik nekik mondani, hogy tartsam be minden szabályt, meg metélje körül magát. Ez volt az elhordozhatatlan iga. Az volt a probléma, hogy azt mondták nekik, hogy nem üdvözülhetnek, ha csak nem így élnek. Nem értették meg azt, hogy egyrészt a körülmetélés az egy szövetség, az más jellegű dolog, mint az üdvösség kérdése. Azonban a probléma az, hogy nem volt átmenet. Egyből a nyakukba zúdult ez a sok minden, hogy nekünk így kell élnünk, nekünk ezt kell csinálnunk. És ezzel ez volt az iga, amelyet a nyakukba adtak. Plusz az, hogy nem értették meg, hogy a hit által üdvözül az ember. Nem pedig a cselekedetek által. Nem a törvény üdvözíti az embert. Nem az üdvözíti az embert, hogy körül van metélve, hogy betartja a parancsolatokat, hanem a hite. Így egy másik útra kezdték el terelni azokat az új tanítványokat, tudatlanságukban persze. Ez volt számukra a probléma. Az, hogy olyan terhet adtak nekik, hogy ha nem tartasz be minden betűre, akkor nem üdvözülhetsz. Ez volt a teher, melyet a nyakukba adtak. Nem a törvény volt a teher, vagy az, hogy körül kell metélkedni, ez így van. A probléma az volt, hogy rájuk zúdult az, hogy nekik ezt így meg kell tartani, szó szerint különben végük van. Ez volt a teher, melyet ők sem bírtak elviselni, mert nem volt hitük. Avri zsidókhoz 4-es fejezetből ezt megtudhatjuk. Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemeneteli ígérete, ha valaki közületek fogyatkozásban levőnek ne láttassék. Mert nékünk is hirdetett a jó hír, miképpen azoknak, de nem használt nékik a hallott beszéd, miért? Mivel nem párosították hittel azokat. A hit hiánya volt a probléma. Kikről beszél? Arról a nemzedékről, aki 40 évig kóborolt a pusztában, mielőtt Jahusa vagy Józsui bevezette volna őket az ígéret földjére. Nekik is hirdetetett a jó hír, hiszen a jó hír ugyanaz volt mindig, mint ami most is. Térj meg a bűnös életedről, kövesd a parancsolatokat, higgy, és így fogsz üdvözülni, és így jutsz el az ígéret földjére. Ez a jó hír mindig is ez volt. Avri zsidókhoz 3-as fejezet 8-19-ig. Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában, ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Ezekről az emberekről beszél.
akiknek megmondta, hogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. 15 emondás szerint ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor. Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallák? Nem te mindazok, akik kijövének Egyiptomból a Mosé által? Kikre haragudott vala pedig meg 40 esztendeig? Avagy nem azokraé, akik vétkeztek, akinek testei elhullottak a pusztában? Ugyan ez a nemzetség az, aki hitetlenség miatt nem jutott be. Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem ha az engedetleneknek? Milyen engedetlenekről van szó? Azok, akik nem voltak hajlandóak úgy élni. Miért? Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt. A következő fejezetben pedig elmagyarázza, hogy mi történt, amit már megnéztünk egyszer, de nézzük meg így. Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemeneteli ígérete, már akkor is megvolt. Kövesd a parancsolatokat, hittel, teljes erőből, teljes szívedből, teljes lelkedből, és üdvözülni fogsz, élni fogsz. Ez az ígéret. Valaki közületek fogyatkozásban levőnek ne láttassék. Mert nékünk is hirdetetett a jó hír, miképpen azoknak. Akkor ezek szerint már azoknak is hirdetetett a jó hír, hiszen azokról beszél most. Kikről? Akiknek nem használt a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel. Azok, akik hallották, nem hittek. Már akkor is a hit kérdése volt a probléma. Nem az, hogy csinálni kell a parancsolatokat, vagy nem. Az a lényeg, hogy hogyan csinálja az ember. Ez volt a kérdés. Mert mi hívők bemegyünk a nyugodalomba, miképpen megmondta. Menjünk vissza apostolok 15-ös fejezethez, akkor is nézzük meg így, hogy miről beszél. Semmi különbséget sem tett mi köztünk és azok között, ugye a pogány és a jahudim. A hit által tisztítván meg azoknak a szívét. A hit kellett volna, hogy azoknak a szívét megtisztítsa, akik 40 évig a pusztában kóboroltak, csak nem volt hitük. Ezért volt az iga elviselhetetlen, és nem tudták hordozni, mert nem hittek az emberek. Csak ugyanúgy, mint ma, arra gondoltak, hogy ez csak egy rabság, hogy ez csak egy teher, hogy ezt nem lehet csinálni, senki nem tudja megcsinálni. Ugyanez volt a probléma akkor is. Aki ezt mondja még mindig, annak ugyanaz a problémája, mint azoknak akkor, hogy nincs, nem párosítja hittel ezt az egészet. Ez az, amiről itt beszél. Most azért mit kísértitek el a hímet, hogy a tanítványok nyakába oly igát tegyetek, melyet semmi atyáink, semmi el nem hordozhattunk. Ugyanúgy a farizeusok, mint ahogy Saul, meg az összes többi, nem tudták ezt csinálni, mert nem párosították hittel ezt az egészet. Így nem juthattak el oda arra az ígérethez. Hiszen a hit volt mindig is, amit akart. Erről beszélt, mikor a szív körülmetélését mondta, ezért adta a fizikális körülmetélést, ezt mondta Ábrahamnak, ezt mondta az összesnek. A hit az, mint Habakuk 2.4, az igaz ember a hite által él. A hit volt az, amire ő várt. Azt akarta, hogy az ember teljes erejéből akarja csinálni ezt. Ne azért csinálja, mint ők, mert muszáj volt. Ez volt az iga, ez a kettő közt a különbség. Ők még mindig így akarták csinálni, az új tanítványoknak meg csak hite volt, ők meg nem tudták volna ezt elviselni. Nekik viszont nem volt hitük. Ez a két evangélium, vagy jó hír közt a különbség. Az üzenet ugyanaz. A megközelítése a két csoportnak más. Ezért mondja azt itt, hogy nem üdvözülhettek, ha meg nem tartjátok a törvényt, és körül nem metélkedtek. Ők azt mondják, hogy így üdvözülhet az ember. Ezért azt fogja gondolni az új hívő, hogy be kell tartani ezt mindet, hogy üdvözüljön. Mit mond nekik itt? Arról beszél, hogy sőt, inkább az Adonai Yahusha Hamásiák kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk miképpen azok is. Azt akarja nekik megmagyarázni, hogy a hit az, ami megtartja az embert. Hiszen az. Az ember a hite által tisztul meg. Igazul meg, üdvözül, kap kegyelmet. Azonban ez cselekedetekben nyilvánul meg, ami később majd valóban úgy lesz, hogy megtartja a törvényt és körülmetélkedik. De ha először nem érti meg a pogány azt, hogy a hit az, ami üdvözít, akkor ezt egy tehernek fogja felfogni. Ez a probléma, amiről beszél Saul, és remélem, hogy ez érthető. Elhallgatott az egész sokaság, és hallgatják vala Barnabást és Sault, amint elbeszélik, mennyi jelt és csodát tett Elohim ő általuk a pogányok között. 14-es versben Simon elbeszéli,
hogy mi módon gondoskodott először Elohim, hogy a pogányok közül vegyen népet az ő nevének. Ő nem fog a nevének venni egy tisztátalan, fertőzött, törvénytelen népet magához. Persze eleinte mindannyian azok vagyunk, de aztán egy idő után megértjük, hogy mi is az út lényege. Aki nem, az viszont nem az ő nevéhez fog csatlakozni, hiszen az ő nevéhez nem csatlakozik olyan, aki törvénytelen életet él. És ezzel egyeznek a proféták mondásai, mint meg van írva. Ezek után megtérek, felépítem Daudnak leomlott sátorát, és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállatom azt, hogy megkeresse az embereknek többi része Jahuát. Hogyan találjuk meg őt? Úgy, hogy követjük az ő instrukcióit, az ő toráját, és úgy élünk és csináljuk azt teljes erőből, teljes szívünkből, és az a hit az, ami megigazít minket, nem az, hogy mi úgy élünk az összes parancsolatot betartva. Így keresi meg az ember Jahuát, az urat itt, ugye. Azt nem lehet, hogy úgy élünk, ahogy a legtöbb ember gondolja, és akkor azt mondjuk, hogy mi az ő népe vagyunk. A pogányok mindnyájan, akik az én nevemről neveztetnek, az ő nevéről nem lesz elnevezve egy olyan templom, ami ugye az ember, ami tisztátalan, fertőzött, meg törvénytelen. Ezt mondja Jahu, aki mindezeket megcselekszi. Nézzük, hogy mi az, amit hozzátesz még ehhez Simeon. Annak okáért én azt mondom, hogy nem kell háborgatni azokat, kik a pogányok közül térnek meg Elohimhez. Azaz hagyjátok békén őket ezzel a körülmetélés, meg az összes törvény, meg hogy így kell élned, meg úgy kell élned, meg amúgy kell élned. Hagyjátok őket békén, találjuk ki, hogy hogyan induljanak el az úton. Írjuk meg nekik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fulvaholtállattól és a vértől. Ennyit csináljanak, ennyit írjuk meg neki. Ez az, amit csinálnod kell, hogy elindulhass ezen az úton, és a hited igazzá fog tenni. Nyilván azért mondta ezeket, mert ők ezeket csinálták. Bávány, imádás, az nem újdonság, gondolom, aki Görögországot ismeri, bármennyire is tudja, hogy a görög kultúra tele volt ezzel. A paráznaság, ők ugyanott tartottak, ahol mi tartunk ma. A fúvaholt állat, az csak egy másik fajta lemészárlás az állatnak, úgy, mint a hentes lemészárlása olyan értelemben. A vér pedig természetesen akkor benne marad, és plusz gondolom a hagyomány is ez volt. Azt akarták, hogy ezektől tartózkodjak, ezek a legfontosabb dolgok, amik elválasztják őket Elohimtől. Az, aki más bálványok után jár, az egyértelműen nem tud foglalkozni az atyával, hiszen ő még másokban hisz. Aki parázna, az testileg és spirituálisan is tisztátalan. Az szintén nem fog tudni közeledni. A fúvolt állat, a vér, az pedig egy alapvető probléma. A vér az ugye előjön a kezdet-kezdetén, ha jól emlékszem, Bárasít 9-es fejezettől. Ez a négy, amivel elkezdje. Mi történik utána? Mert Mósénak vagy Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői. Kit érdekel, hogy Mózest hirdetik városonként, hogyha nekik nem kell ismerni a törvényeket? Minek mondja azt, hogy írjuk meg nekik, hogy tartózkodjanak ezektől, és hozzáteszi, hogy mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői. Hol? A zsinagógákban? Mikor? Szombaton, a sabát napon, amikor olvassák ezt. Mondhatta volna, hogy ezt a négyet megtartja, azt mehet mindenki a dolgára. De nem azt mondta. Azt mondta, hogy régi nemzedékek óta városonként hirdetik Mózsit a zsinagógában szombatonként. Azért, mert azt mondta, hogy kezdjék el így az utat, megvan a hitük, megtisztítják magukat a legalapvetőbb utálatosságoktól, melyeket az atya utál, és onnan szépen szombatonként elmennek majd a Knessetbe, a zsinagógába, a gyülekezetbe, és ott megtanulják, hogy mi is a törvény, és utána majd az őket ráveszi arra, hogy kövessék szépen, meg körülmetélkedjen, meg bemerítsék, meg stb. Stb. Megvan a módja. Azt akarta elkerülni, hogy elijessze ez a csoport, farizeus azzal, hogy rájuk zúdítja ezeket a dolgokat, amiket az ember nem szeretne egyből megtartani, mert még a régi ember azért a test harcol ezek ellen. Ez az, amiről szól Apostolok 15, nem pedig arról, hogy neki kitaláltak négy dolgot, ők azt fogják csinálni, a többi ember meg megváltozik, meg teljesen elhagyja a régi
énjét teljesen átalakul, próbál olyan lenni, mint a másiák és az atya, ezek meg itt vannak, ezek a tudatlanok, akik még mindig fürdőgatyába rohangálnak meg Görögországba, csak azért, mert nem paráználkodnak, meg vért nem esznek, meg a bálványoktól távol tartják magukat, azt csinálják, amit, csinálnak, amit akarnak. Ilyen nincs az atyánál, hogy két külön dolgot csinálnak bárki is, és az egyiket egyik alapján ítéli, meg a másik alapján. De aki nem hisz nekem, annak itt van Vaikra, 3 Mózes 19, 35, 37. Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben, hosszmértékben, súlymértékben, űrmértékben. Hogy parancsolhatja nekünk azt, hogy ne kövessünk el igazságtalanságot, ő maga pedig kettős mércével ítéli meg az emberiséget. Igaz mérték, igaz font, igaz efa és igaz hin legyen közöttetek. Én vagyok Jehova ti hatalmasságotok, aki kihoztalak titeket Egyiptom vagy Mizraim földéből. Ez Misli példabeszélek 11.1. Az álnok font utálatos Jehovánál, az igaz mérték pedig kedves neki. A Easy to Read így ír, az örökkévaló utálja, hamis mérleget, de kedvére vannak a pontos mérősúlyok. Hogy várhatná el tőlünk, hogyha ő nem így csinálja? Ez Misli 20.23. Példabeszélek. Utálatos Jehovánál a kétféle súly és a hamis fontok nem jó dolgok. Vissza fogunk térni csak egy vers erejéig Máté, Matityahu 5, 13, 20-ig, és ez a 20-as lesz. Ami így szól, mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és a farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Az írástudók és a farizeusok miről voltak híresek? Hanem arról, hogy betartották a törvényeket. Legalábbis azt mondták. Előtte elmondja, hogy nem törli el a törvényt. Elmondja, hogy nem múlik el egy semmi a törvényből. Elmondja, hogy aki megront egyet is, annak köze nem lesz az egészhez. Aki úgy tanítja, annak se. Utána pedig ad egy példát, hogy ezek az emberek sem úgy csinálták, ahogy ő akarja. Miért? Most néztük meg, mert nem párosították azt hittel. Ezért mondja, hogy az igazságotoknak többnek kell lenni. Úgy kell élni, ahogy ők tanították, azonban mindezt hittel párosítva. Ez az, amiről beszél mindvégig. Még végezetül nézzünk meg még egy részletet, ami ide kapcsolódik ugye a folytatása ennek a gondolatnak, amit mond, ahol szintén borzasztó dolgok hangzanak el, különösen úgy, hogy még egyszer mondom, semmiféle alátámasztás nincs erre nézve az írásokban. Egyáltalán semmi. Az, amit mond, teljesen alaptalan az írásokban. És Jeruzsálemben megegyeztek, hogy az étkezéssel kapcsolatosan például továbbra is tilos a vérevés, de bizonyos törvényi rendelkezéseket átértelmeztek. Hol olvastuk azt, hogy bizonyos törvényi rendelkezéseket átértelmeztek? Semmi ilyenről nem volt szó. Soha semmi ilyenről nincs szó, hogy ők átértelmeznek bármit is. Meg fogjuk nézni még apostolok 21-est ezután, csak hogy lássunk tisztán. Soha senki nem mondta, hogy átértelmeznek bármit is, főleg nem úgy, ahogy ő mondja most. Mert a körülmetéléshez van szabva, tehát körülmetélés törvényének alá van rendelve nagyon sok törvény. Ki az, aki honnan találta ezt ki, hogy a körülmetélés törvényének alá van rendelve, vagy ahhoz van rendelve? Sehol ilyen nincs leírva az egész írásban. Láttuk azt, hogy mindig egy törvény vonatkozott mindenkire az elejétől a végéig. Az, aki csatlakozni akart a szövetséghez, egy törvénye volt. Aki nem úgy élt, az nem játszik ebben az egész játékban. Arról nincs itt szó. Ilyen, amiről ő beszél, ilyen nincsen sehol. Aki talál ilyet, az nyugodtan írja be a hozzászólásokba, vagy küldje el. De ilyen, hogy főleg az, amiket most mond majd, hogy az étkezés, meg ezek hozzá van rendelve a körülmetéléshez, ilyenről nincs szó az írásokban sehol. A 10 parancsolat nincs alárendelve. Honnan tudjuk, hogy a 10 parancsolat nincs alárendelve? Semmiféle vers nem hangzik el, semmiféle bizonyíték nincs erre, hogy az nincs alárendelve, egyszerűen csak ezt mondja, hogy az nincs alárendelve. Akkor ha nincs alárendelve, akkor nekünk úgy kéne élnünk, akkor miért vidám vasárnapnak hívják, miért nem vidám szombatnak, ha egyszer a 10 parancsolat szerint kell élnünk, és a negyedik az a sabát nap, vagy a szombatnap.
akkor még miért mindig Úr, meg Istennek szólítja, hogyha a harmadik parancsolat az, hogy a nevére emlékezzünk? Akkor vagy van, vagy nincs. De a többi, például az istentiszteleti rendtartás, az étkezési törvény, és még sorolhatnám más tisztulási törvények, áldozat... Hol van ez leírva, hogy ez alá van rendelve a körülmetélésnek? Mi az, hogy még sorolhatnám? A tisztasági törvény, az, hogy az állat tiszta vagy tisztátalan, semmi köze nincsen, láttuk. Már Noénak megmondta, hogy mi a tiszta tisztátalan a kezdet-kezdetén. És ennek semmi köze nincs a körülmetéléshez. Amit ő mond itt, az filozófia. Törvények, ezek alá vannak rendelve a körülmetélés szövetségének. A körülvetélés szövetségének mindannyian alá vagyunk rendelve, akik szeretnénk úgy élni, ahogy eljussunk a végén hozzá. Ugyanúgy, hogy megkötötte a szövetséget Ádámmal az elején, mikor kiűzte őket, hogy mindig, hogy a verítékével fogja keresni a kenyerét, meg a nő, ahogy a világra hozza az utódait, ugyanúgy, hogy megkötötte a szövetséget Noáka, vagy Noéval, ahol láttuk, hogy a szivárvány szövetségét, ugyanúgy megkötötte Ábrahámmal, ezek a szövetségek még mindig léteznek. Ugyanúgy a szivárvány, ugyanúgy a férfi úgy dolgozik, a nő, ugyanúgy születnek a gyerekek, ezek mind-mind szövetség részei. Ugyanúgy, ahogy Dáviddal vagy Daúddal megkötötte, hogy mindig lesz az ő magja a trónon, ugyanúgy, ahogy most is van például, Jehusá HaMásiák, a mennyei főpap, ezek a szövetségek örökké valók. Ugyanúgy a Mózesi szövetség a Sínai hegyen, meg a Horeb hegyen, ezek a szövetségek, aki ennek nem része, arról nem szól ez az egész könyv. Aki nem úgy él, aki ezt nem fogadja el, annak ez a könyv nem szól. Az, amit ő itt mond, annak semmilyen alapja nincs az írásokban. És ugye erről volt a vita, hogy most mi legyen a görög háttérből, makedon háttérből, a római háttérből jövő hívőkkel, akik nem zsidók, hogy átadjuk-e nekik az egész zsidó örökséget, vagy pedig másképpen kell nekik kapcsolódniuk ugyanahhoz a valósághoz, ugyanahhoz a forráshoz, a szelíd olajfához. És hogyan tudna másképp csatlakozni? És az egyértelművé vált, hogy az étkezéssel kapcsolatosan, szombattal kapcsolatosan és más egyéb ilyen szabályokkal kapcsolatosan adott Isten a pogányoknak egy könnyítést, azért, mert ez a kegyelemnek az uralmát jelenti. És ezek a dolgok, sajnálom, ezek a dolgok, amikről most beszél ennek, ezek teljesen alaptalanok. Ezeket nem tudjuk olvasni az írásokban, és ezekről a másiák, a megváltó nem beszél. Ezekről senki soha egy szót nem ejt ki a száján, hogy a szombat nem lesz, vagy az étkezés megváltozik, semmi ilyesmi. Ez az egyik. A másik az, miért nem mondott erről semmit a másiák, például Lukász vagy Lukács 24-es fejezetben, amikor elküldi őket, hogy tanítsanak meg mindenkit. És mondanékik, így van megírva, így kellett szenvedni a másiáknak, és feltámadni a halálból a harmadnapon. És prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtől elkezdve. Megtérésnek és bűnök bocsánatának, azaz meg kell térni, és a bűnöket meg kell bánni. Ti vagytok ezeknek bizonságai, és ímé én elküldöm tirátok az én atyámnak ígéretét. Ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, míg felruháztattok mennyei erővel. Kivívé őket Betániáig, és felemelvén az ő kezeit megáldá őket. És lőn, hogy míg álda őket, tőlük elszakadván felviteték a mennybe. Ők pedig imádván őt visszatérnek nagy örömmel Jeruzsálembe, és mindenkor a templomban valának dicsérvén áldván Elohimet. Amin. Ugyanez a történet Matit Jehunál némileg más információkat is szolgáltat számunkra. 11 tanítvány pedig elmének Galileába, a hegyre, ahová Jehusa rendelte vala őket. És mikor meglátták őt, leborulának előtte, némelyek pedig kételkedének. Hozzájuk menvén Jehusa szól a nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom a mennyen és a földön. Elmenvén ezért tegyetek tanítványokká minden népeket, bemerítvén őket az atyának, a fiúnak, a szentléleknek, a ruachakodásnek nevében, mit csináljanak? Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt,
amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezeték. Amen. Mi az, amit ő parancsolt nekik, ha nem az, hogy járjanak a Tóra szerint, az instrukciók szerint? Ezt tanította, így élt, példát mutatott, büntelenül élt, megmutatta nekik, hogy kell csinálni, hogy meg lehet csinálni, akkor, hogyha a Ruach HaKodes vezeti az embert, aztán, ha nem, ha mégse sikerül gyengesége miatt, tudatlansága miatt, akkor a kegyelem valóban kisegíti az embert ebben, de az nem egy jogosítvány arra, hogy bűnben éljen. Soha egyetlen szóval nem mondta azt, hogy két különböző dologra tanítsd a népeket és a Jahudimat. Sőt, azt mondja, hogy arra tanítsd a népeket, amit én tanítottam nektek. És az pedig mindvégig az volt, hogy a Tóra szerint bűn nélkül kellene élni, és teljes erőből, teljes szívéből az embernek. Ez az, amire ő tanított, és ez az, amit nekünk csinálnunk kellene. És ez egy olyan, amiről ő beszél ott abban a videóban, az nem más, mint teológia és filozófia. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!